Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a Bak jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy minden hónapban megjelenik az ingyenes hírlapom. Ebben van egy havi téma, asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy akciós jóslás, egy kivetés indiai asztrológiával együtt, 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megnézzük, hogy mi várható október hónapban a Bak jegyében születetteknél. Az első hét itt látható. Vedd kezedbe ezt a kulcsot. Légy magabiztos. Legyen meg a magabiztos fellépésed, különösen a munkahelyen, hiszen a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit, mint például ezt a tornyot, a nehézségeket, a korlátozásokat, vagy ezzel a kulccsal egy időben ki tudsz nyitni valamit. Azok jelentik a lehetőségeket, a változásokat. Ez kihat a munkára, kihathat egy hivatalos ügyre, vagy egy bírósági ügyre, kihathat az otthonodra, vagy egy ingatlanra, vagy családi kapcsolatokra. És akkor itt lesz mozgás, előre mennek az események. Az is lehet, hogy valaki meg akar látogatni téged, és itt a könyv jelenti a tudást, tanulást, vagy azt is, hogy ez az illető még olyan zárkózott, vagy előfordulhat az is, hogy a családban valaki eltitkol előled valamit. Mivel itt láthatóak a halak, ez lehet az anyagi helyzet. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ne beszélj az anyagi dolgokról. Itt a kutya jelenthet házi állatot is, kutyát vagy cicát például, de jelenti a barátságokat. Itt vannak értékes barátságok külföldön, vagy vannak külföldi kapcsolatok. Esetleg valaki meg akar látogatni külföldről, és közeledik hozzád. Második hét október hónapban itt látható. A hegy jelenti azt, ami nyomaszt téged, ezek problémák, nehézségek, valami blokkol téged, de ez nem marad így, hiszen a hegy mellett megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egeret eltüntetik a problémákat, és itt a lilium virág jelenti a tisztaságot. Itt tisztázódik valami, kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, kiderül az igazság, megvan a szép kisugárzás, megvan a vonzalom kettőtök között. Itt ez a medve jelentheti az élet erődet, de van még valami, ami fájdalmas számodra. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van, az apukád, vagy a főnököd, egy bírósági ügynél lehet a bíró is, és itt vannak problémák, viták, nézeteltérések. De látható, hogy változik valami, hiszen itt van a változás, és ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismerést. Itt lesz egy fordulat, egy megújulás.
Ez a kígyó lehet egy gyógyító erő, vagy egy hölgy is, aki jó szándékokkal közeledik hozzád, és a virágcsokor jelentett egy meghívást, vagy egy ajándékot is. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te állsz a középpontban, a kártyák itt fölötted utalnak a gondolataidra. Valamit szeretnél tisztázni a családban. Előtted ez a levél lesz egy hír, vagy egy szerződés. Itt a hold jelentheti az anyukádat, vagy az álmaidat, a vágyaidat. Olyan hirtelen történnek az események, lesz egy meglepetés, és itt ez a levél lehet anyai téma, vagy egy olyan hír, amiről te álmodoztál. Mögötted a fa azt jelenti, hogy keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ezen az úton haladsz. Itt lesznek változások, lesz egy új kezdet, lesznek kapcsolatok. A fának van gyógyító ereje is. Itt a gólya és a gyermek jelentheti egy kisbabának a születését is. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Ez a férfi áll a középpontban, gondol rád, hiszen megjelensz a gondolataiban. Lesznek beszélgetések, ami szerencsét hoz. Előtte a kereszt jelzi az ő hitét, vagy a döntéseket, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt szerelmi témákról van szó, itt van egy kármikus kapcsolat kettőtök között, hiszen a sors utatok kereszteződött. Mindaz, ami átláthatatlan volt, megváltozik, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. Tekints a mélybe, és akkor észreveszed azt, mit kellene lezárnod, és melyik úton haladsz, hogyan tovább. Ez a ravaszróka utalhat hamis személyekre is, vagy rossz döntésekre, ez is lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezeket a hamisságokat. Az is lehet, hogy ő benne van egy örökösödési ügyben, oda kell, hogy figyeljen a dolgokra, mert valaki be akarja csapni őt. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!